Egy nulladik, egy ötödikes és két kilencedikes osztályt indít a következő tanévben az újra alakult Római Katolikus Teológiai Gimnázium Marosvásárhelyen. Az iskola szeptembertől birtokba veszi a Klastrom utcai státusingatlan kis épületét. 25 kisdiák kezdi majd a tanévet a háta mögötti ingatlanban, az Unirea Gimnázium kis épületében. Az újraalakult Római Katolikus Teológiai Gimnáziumba hétfőtől lehet beiratni a gyerekeket, felekezettől függetlenül. Emellett az ősztől a saját épületében működő katolikus iskola egy 5. és 2. 9. osztályt is indít, egy katolikus teológiai és egy természettudományok intenzív angol-német szakos osztályt. A teológiai gimnáziumnak külön bejárata lesz a Klastrom utca felől. Hosszú távon szeretnénk minden évben a beosztási tervben elérni azt, hogy indíthassuk a cikluskezdő osztályokat, tehát az elemi, a gimnázium és a liceumi tagozaton egyaránt, és ennek eredményeként 4 éven belül akkor a teljes kisépületet belaknánk az itt működő, akkor majd 17 osztályunkkal. Azok a diákok, akik a Bolyai Farkas elméleti liceum épületében kezdték meg a tanévet, ott is fogják befejezni. A 0. osztályba is itt lehet iratkozni. Mivel a katolikus iskolának nincs körzete, lakóhelytől függetlenül várják a gyerekeket az egész város területéről. Jövő héten, kedden délután 3 órától nyílt napot tartanak a Klastrom utcai épületben. Az érdeklődők találkozhatnak a katolikus gimnázium tanáraival, és megtekinthetik belülről is az iskolát.